A meghajlást követően már kezdődhetett is a második Szensi Kupa az István Király Általános Iskola torna termében szombaton. A fehérvári Szensi Karate-Dó Egyesület szervezésében az ország több pontjáról összesen 13 egyesület 200 résztvevője mérettette meg magát. A versenyzőket és mestereiket a város polgármestere is köszöntötte. Nagy öröm látni azt, hogy a verseny második évében gyakorlatilag kinőtte az iskolát és a tornatermet, úgyhogy kedves volna lesz dolgunk jövőre. Mert reméljük, hogy tovább fog nőni ennek a versenynek a népszerűsége. A verseny megnyitóján ismerték el Török Ferenc több évtizedes a sportágért tett munkáját. A Sihán a Japán Harcművészeti Egyesület alapítójaként a 80-as évektől kezdve több száz fekete övest nevelt ki, és mindent elért, amit csak el lehetett érni egy vidéki klubbal. Talán ennek is köszönhető, hogy mostanra egyre népszerűbb a sportág országszerte és városunkban is. A karate egyre népszerűbb, és itt Székesfehérváron is az a fő célunk, hogy népszeresítsük a karatét. Igazából ez egy barátságos verseny, nagyon sok klubban jól vagyunk, és olyan jól sikerült szerintem, és szerintük is az első verseny, hogy a többiek is szerettek volna ennek részese lenni. A verseny több korosztályt is felvonultatott, hiszen a legfiatalabb induló a 6 évesek között, míg a legidősebb az 50 pluszos korosztályban indult. A második Szensi Kupa akkora népszerűséget ért el idén, hogy több csapat nevezését csak a helyszín kapacitása miatt nem tudták elfogadni. A második Szensi Kupán három páston zajlottak a katák, vagyis a forma gyakorlatok, de kümitét és szivacskümitét, azaz harcot is láthattak az érdeklődők.